és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Igen, igen, nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, a testvér települések elöljáróit és képviselőit, megyei és helyi polgári vezetőinket, a kedves híveket, és különösképpen a szép korúakat. Amikor már nekem is kezdett felérni a fejem, és én voltam a soros évfolyamtárs találkozónak a megszervezője, akkor a még élő évfolyamtársaimnak a következő alkalmi kis versikével hívtam meg, és gondolom, hogy ezt megoszthatom önökkel is. Szív, megfáradt, de mind. Szem, halványult, de szép. Kéz, simogatni kéz. Fül, hangos szóló lift. Ész, kikezd a mész. Vér, lapája lift. Haj, több volt a baj. Láb, alá, alá. Gondolom ez a valóság. Álljunk a mindenható Isten színe elé, és mutassuk be közösen egy színvel a legszebb változatot. Gyólom.
Krisztus a te fiat áldott, aki veled él és uralkodik a Szentlélek teljességben, Isten mindörökkön örökké. Rászedték, Uram, és én vagyom, hogy rászedték. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségesi vártam napról napra, aki csak lát, mint kicsúk volt. Akárhányszor csak beszélem, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem. Erőszak, romlás. Az Úr szava én minden nap gyalázatomra vár, és csúságomra. Már azt gondoltam, nem törődünk vele, és nem beszélek többé nevét. De ilyenkor, mint a perzselő gyújt volna szívemben, és átjárt a minden csontom. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenállom, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az Isten igéje. Megölik, de a harmadik napon fölállt.
előre van tölt és óva intette, Istenben, Ura, ez nem történhet vele. Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondolt, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki élérettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyerít is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium így.
Újra csak azt mondom, hogy nem van jó, ha van televíziónk, csak néha a család is abban a kísértésbe esik, hogy nem egymással törődnek, nem egymás számára adnak hasznos időt, hogy a gyermekek számára, hogy kimeszéljék magukat, hanem sokszor még a családi problémák elől is a képernyő elé menekülnek, csak azért, hogy ne kelljen ezekről beszélni, ne lehessen egyáltalán rátérni arra, ami életünknek kulcsfontossági problémája. Nos, kedves testvérek, úgy gondolom, hogy van, aki félreérti, mit akarok mondani, pedig nem. Amit eddig elmondtam, az pontosan a mai Szentlecke bevezetőjének szántam. Pál apostol korában nem volt média, nem volt televízió, nem volt rádió, nem voltak újságok, de a keresztények akkor is igen-igen nagy veszélynek voltak kitéve, és a keresztény gondolkodásmódot nagyon sok minden megpróbálta befolyásolni, vagy pedig tévútra terelni. Én három olyan tényezőt nevezek meg, ami akkor is ott nagyon komolyan hatott. Az első volt a filozófusoknak a tábora. Leszámítva a nagy kiugró egyéniségeket, mint Arisztotelész, aztán Szokrátész, Pláton, még egyik másik, ezek valóban jó irányba terelték az emberi gondolkodást, és igen hasznosak voltak. Ezekre mondta annak idején az egyik egyházatja, hogy ott az isteni ígének a magvait már meg lehet találni. Tehát ezek értékes dolgok. De ott voltak a vándor tanítók, ez már a második kategória, akik sok esetben ellenőrizhetetlen, és hát mindenféleképpen nem jó irányba próbálták terelni az őket meghallgatóknak a gondolkodását. Én csak két dologra utalnék, itt a hedonizmusra, meg a cinizmusra, amit ezek a vándor filozófusok hirdettek járva településről településre. Ezeken is túltettek a pogány szentélyek, az isteneknek a kultuszai, amelyek sok esetben el az orgiáin is elmentek, ami nyilvánvaló, hogy a labilis embereket, a gyenge tanulmányokat vonzotta sok esetben bökre is tette. És kedves testvérek, amikor Pál apostol akár Korintusban, Efezusban, Antiókiában, vagy a római levelet olvastuk a mai alkalommal Rómában, megkezdte a maga áldásos tevékenységét, elkezdte Krisztus evangéliumát hirdetni, akkor neki szembe kellett néznie, mert szembesült azzal a kínálattal, amit az evangélium általa hirdetett eszméjével szemben a közélet, a mindennapi élet, és újra mondom, a filozófusok, a vándortanítók, de különösképpen a szentélyek, az isteneknek a kultuszai felmutatnak. Ezek hatottak, ezek sok esetben megfertőzték az embereknek a szívét, a lelkét, az életét, és sok esetben esetleg nem abban a Szentírásban, amikor csak az egyik fél tért meg, lett keresztény, és a másik megmaradt pogánynak, bűzve mindazt, amit a pogányok tettek, hát nagyon meg tudták keseríteni egymásnak az életét. És Pál apostol ezért emeli fel a szavát, és bíztatja a híveket, hogy próbáljanak ezekkel szemben menni, ezekkel szemben valami emelkedettebb, valami értékesebb, valami szentebbet felmutatni, mert a kísértések azok léteznek, és senki sem mondhatja magáról azt, hogy már pedig ő megkísérhetetlen. Benne a kísértő nem tud kárt tenni. Erre egy hasznos történetet is szeretnék megosztani kedves testvéreimmel. Gondolom, hogy Martin Bubernek a neve sokak előtt ismerősünk.
gyönyörű szép kötetben gyűjtött össze több ezer ilyen zsidó haszide történetet. Az egyikben olvassuk, hogy megkérdezték Smerke rabbit, miért dicsőíti annyira Izsák feláldozását a Szentírás, hiszen atyánk Ábrahám a szentségnek már nagyon magas fokára jutott. Csodálatos-e, hogy rögtön teljesítette, amit Isten kívánt tőle? És Smerke rabbi így válaszolt, ha az ember megkísérteti, minden fokozat és minden szentség elvétetik tőle, amit elért, attól megfosztani, így lép a kísértők színe elé, eddig a történet. És kedves testvérek, ez a példázat, ez a történet, hát félelmetes igazságot mond ki. Senki sem érezheti magát gyerekben, biztonságban, a világ kísértésével szemben, mert a kísértőnek semmi sem szent, semmi sem elé emelkedett. És hogyan tudjunk győzni ezek fölött? Hát Pálapostól meg is mondja, amikor azt mondja testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozat. Legyen ez a ti értelmetek hódolata. Tehát ha oda rendelem egészen önmagamat Isten szolgálatára, odaadom önmagamat teljesen Istennek, akkor a kísértő mindenképpen nem tud az én életemben, az én lelkemben kárt tenni. Egyébképpen is ezt a vágyat, hogy mi Isten útján járjunk, hogy az Isten lelke működjék, éljen bennünk, ezt maga Isten oltotta belénk, hiszen a 62. Zsoltárban ezt olvassuk, hozzád vágyódik szívem, én Uram, Istenem. És ezt a vágyat igazolta vissza a Bibliában Jeremiás próféta is a mai első olvasmányban. Jeremiás egy nagyon nehéz korszakban élt, abban a korban élt, amikor Jeruzsálemet körülvette Asszíria, Babilon el akarta foglalni. Mindenki józanul látta, hogy nincs mentség, de hát a király és tanácsadói azt határozták, hogy a végségig ellenállnak. Jeremiás pedig Istentől jött sugallatban mondta, hogy meg kell adni, föl kell adni a várat, mert akkor megmenekül annyi és annyi embernek az élete, sőt Hiszkiának, a királynak is az élete, akit végül aztán a babiloniai megvakítottak, mielőtt 9 fiát kivégezték, és azt végig kellett néznie. Ezeket mind tudta a próféta, és buzdította a népet, és amikor nem hallgattak rá, akkor nagyon elkeseredett, rászett a program, és hagyta, hogy rászedni. Hallottuk az első olvasmányban, de ez mind nem számított, mert győzött Jobbik énje úgysem hagyta abba a küldetést, pedig mondhatta volna az, hogy elegem volt a prófétaságból, vagy ahogy Babis Mihály mondja a Jónás könyvében, hogy Jónás rühelte a prófétaságot. Tehát Jeremiás is mondhatta volna, hogy rühelem a prófétaságot, nem állok ki az Úr ügyéért, mert lám az Úr ügyéért, mennyi szenvedés ér engem, ezt ő vállalta, mert ott érezte lelkeményén a meghívó Istennek a hűségét, a meghívó Istennek a szeretetét. És ehhez rímel, vagy ezzel lehet összekapcsolni azt a gyönyörű gondolatsort, amit Jézus a mai evangéliumban mond, éppen az üldözéseket elviselő keresztények számára, mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki élettel elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek az egész világot megnyerés, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Összegezve pár mondatban mindazt, amiről itt elmélkedtünk. Egy olyan világban élünk, amelyet megpróbál bennünket szétszedni, megpróbálja tekintetünket a lelkiekről, a lelki értékekről elcsábítani, más irányba terelni, csak azért, mert hát a
az a másik értékrend számára éppen profitáló. Tehát ki vagyunk téve ennek a kísértésnek, ki voltak téve az őskeresztények is ennek a kísértésnek, már Jézus korabeli keresztények is ki voltak téve ennek a kísértésnek, hogy a kísértés mindvégig megmarad mindannyiunk számára, de ha valaki nagyon keményen belekapaszkodik Isten kezébe, aki tisztában van azzal, hogy a legnagyobb érték az az én halhatatlan lelkem, minden más ehhez csak viszonylagos érték, akkor akármilyen nehéz kihívás közepette is megpróbál Isten útján járni Isten erejére. Hát ehhez segítsen és adjon a mindenható Isten mindannyiunknak erőt. Ne engedjük, hogy megtévesszen a világ maga talmi dolgaival, mi tudjuk azt, hogy a legdrágább kincsünk, a legnagyobb érték, halhatatlan lelkünk, és ezért nekünk meg kell tenni mindent. Amen. Hiszek egy Istenben.
szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél végünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a Földön, de mindenünk jövünk. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, mit elveszítettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerezhess bennünk, amit fiatban kedveltél. Ezért mi is minden angyallal és szentel együtt, Urunknak vallunk téged, és újonva énekeljük. Azért nem parancsával, és Istenünk, amit
Isten békét napjainkba, hogy irgalmatból mindenkor bűne és baj nélkül éljünk, míg reménykedve válik az örök boldogság, és üdvözik önnek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Bye.